Áldást, békességet kívánok mindenkinek. Nem közhely, Isten hozott mindenkit. Második odestás esténken, idei alkalmunkon. Kezdjük meg csendességgel ezt a mai esténket igéves énekléssel. Ma az igét Szoboda József, helyettes esperes úr olvassa, szomszédos gyülekezetünk lelkipásztora, és utána pedig átadjuk a szót kedves művésztő vendégünknek is. Igen, együttlétünket a 89. Zsoltárunknak az első és a 7. versét énekelve kezdjük meg. Együttlétünknek megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Halljuk Isten igéjét a 126. Zsoltárból eképpen. Grádicsok éneke. Mikor visszahozta az Úr a Sionnak fogjait, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, nyelvünk pedig vigadozással. Akkor így szóltak a pogányok, hatalmasat cselekedett ezekkel az Úr. Hatalmasat cselekedett velünk az Úr, ezért örvendezünk. Hozd vissza, Uram, a mi foglyainkat, mint patakokat a déli földön, aki könnyhullatással vetnek, vigadozással aratnak majd. Aki vetőmagját sírva emelve megy tova, vigadozással jő elő, kévéit emelve. Hajtsuk meg fejünket Isten színe előtt, és imádkozzunk hozzá eképpen. Köszönjük, Urunk,
hogy a te szabad újra és újra bíztat bennünket. Mind ahogy szólaltál annak idején, sok száz évvel ezelőtt, és indítottad az embereket az íge felé, ahogy erőt adtál a történelem viharaiban a Szentírás szavain keresztül, ahogy a te lelkeddel bíztattad az embert, mióta csak létezik, hogy te vagy az Úr, és nem csak a szomorúság napjait kell élnünk, hanem a reménységnek és bizalomnak napjait. Add, hogy mi is elmondhassuk, hogy megtelt a szánk nevetéssel, annak ellenére is, hogy néha nehézség, néha baj közeledik hozzánk, mert hiszünk, mert remélünk benned. Add hát, Urunk, a te áldásodat, hogy ma is gyarapodjon a mi szívünk és a mi lelkünk. Erősödjék a szavakon keresztül, az írás szavain keresztül, a költő szavain keresztül, hogy átsüssön az Isten jelenléte, és adjon nekünk új reformációt, új megindulást azon az úton, amelyen jártak elődeink is, és amelyen járhatunk mi is, nevetve, remélve, híve a te dolgaidat. Áldj hát meg bennünket a Krisztusért eképpen ezen az estén is. Amen. Áldás békességet, jó estét kívánok! Jó, hogy meghatóan szép ünnepeink vannak, és a magyarság ért ahhoz, hogy ezeket az ünnepeket igazán széppé tegye. Baj az, hogy gyakran előfordul, csak akkor foglalkozunk az ünnepeltjeinkkel, amikor valamilyen évforduló van, és egyébként a szürke hétköznapokban elfeledkezünk róluk. Talán a Babits Mihály vers szertartásokat kellene visszahoznunk, aki minden nap délután 5 óra tájban leült, köteteket vett a kezébe, és olvasott verseket, csak azért, hogy verseket olvasson, nyilván azok tartalma és formája miatt is. Oka van annak, hogy ma este együtt lehetünk. Áprili Lajos 125 éve született. Az a költő, aki a Bármadas Református Gimnáziumnak, az imár 105 év óta álló intézménynek 1934 és 43 között igazgatója lehetett. A gyülekezetből meglehetősen sokan járnak Erdélybe, ha utunk arra vezet, nem igen hagyjuk ki, hogy eljuthassunk áprili szülőföldjére, és ott is megemlékezzünk róla, és még inkább így tesszük ezt azokkor az alkalmakon, amikor valamilyen évfordulós eseményre emlékezhetünk. Talán így hozhatjuk helyre ezt a hibánkat, hogy csak akkor foglalkozunk valakivel, amikor valamilyen kerek vagy majdnem kerek évfordulót ülünk. A másik alapgondolata a ma estének talán az lehet, minőséget a minőséghez. Vagyis Áprili a zseniális költő mellé adjuk meg a minőséget olyas valakinek a tolmácsolásában, aki ehhez méltó, aki ezt képviseli, és aki vélhetőleg a ma este után olyan örök emléket hagy majd bennünk, amelyekre még hosszú-hosszú éveken, évtizedeken át emlékezhetünk majd. Mert meggyőződésem, hogy Császár Angela művésznő, akit vélhetőleg nem csak én, sokan mások is szeretnek és tisztelnek, becsülnek a munkásságáért, ilyen örök élménnyel fog bennünket ma este megajándékozni, és talán ennyi kulisszatitkot elárulhatunk, hogy a mi kedvünkért és a mi tiszteletünkre állította össze a ma este műsorát. Ezt a színművészek általában, finoman szólva, nem mindig így szokták tenni. Ezért külön is becsüljük. Ha néhány évvel ezelőtt találkozhattunk volna így ebben a közegben, akkor azt mondhattam volna, hogy a Nemzeti Színház művészét köszöntjük. Aztán egy idő óta azt mondhatjuk, hogy a Magyar Színház művészét köszöntjük körünkben. Tetszik nekem a nemzeti is, tetszik nekem a magyar is. Talán érdemes ezeket a fogalmakat még egy ideig megtartani. Isten hozta körünkben, kedves művésznő, és kérem, hogy ezt a várt és remélt estét ajándékként adja. Köszönöm szépen kedves szavakat. Megengedik nekem, hogy én is leüljek, mert nagyon sok a papírom. Tudnék, néhány verset tudtam Áprili Lajostól, amely nem töltené meg ezt az estét. Ezért nekiálltam és mindenfélét olvastam róla. És ahogy olvastam, kialakult bennem egy kép, amit szeretnék önökkel is majd megosztani. De nem tudom kívülről a verseket, ezért engedjék meg, hogy olvassam.
a kor falára. Itt éltem én is. Rapkoszton vizen. Itt lázadoztam, itt zúzottam össze. Egy vakporoszló szárnyam és tüzem ezord időcellába börtönözte. De néha túl a rácsozott időn csillagmezőket lobbantott a távol. Szél jött és megtelt hervadó tüdőm a végtelenség fenyves illatával. Olyankor ráztam gúzsos szárnyamat, kitörtem volna óriás terekre, s ősökre néztem, gazdag és szabad aranyformáló régi mesterekre. S gondoltam rá, ki jő 100 év után, arcába tűz az új világ sugára, s szent szánalommal néz majd vissza rám, kortól kifosztott koldus dédapára. Szent szánalommal. A 125 éve született Áprili Lajosra tisztelettel és életének és verseinek olvasása közben szeretettel gondoltam. Szeretném, ha önök is megéreznék ennek az érzékeny, okos embernek a nagyszerűségét, miközben elkísérnek őket Jékely Áprili Lajost felfedező utamra, amelyben Győri János is segítségemre van. Ember voltam, remegő, daloló, mondta magáról Áprili. Az 55 éves Jékely Lajos és a második felesége Ziegler Berta nem ismertek mértéket a gyengédségben és a gondoskodásban. Legfőbb céljuk az volt, hogy az 1887-ben született gyermekük, az ifjú Jékely Lajos csak a létezés örömét ismerje. Kalács, keddi kalács. Már szombat este megsütötte anyám, és reggel már adott. Az aranya besugarazta a harangos vasárnapot. Vasárnap estig nem fogyott el, fénye áthult az ünnepen. Még hétfőn is jutott belőle. És kedden is, de csak nekem. Ma sem tudom, hol rejtegette, melyik fiókból jött elő, de olyan áldott volt az íze, olyan hétköznap szemtelő. Az asztalkendőből kibukkant szép sárga fénnyel, itt vagyok, nagy árnyékok, fekete gondok, még várjatok, maradjatok. Igénytelen polgárkalács volt, olyan egyszerű, mint falum. És mégis úgy megnőtt azóta, mint úrvacsora szimbólum. Száguldó évek távolából megérzem néha jó szagát. A tűzhely tájáról elindul, s betölt szívet, betölt szobát. Lelki kenyér ínség időkben, verőfényes vigasztalás. Pedig tudom, a keze föld már, és nincsen több keddi kalács. Az apa másféle ajándékkal ébreszti a kisfiúban a férfias erényeket. Egy Flaubert puskát hoz a 9 éves fiúnak. Szenvedélyesen beleszerettem abba a puskába, pedig engedetlenségre és ravaszkodásra nevelt. Szegény anyámnak nagyon sok gondot okoztam. Elrejtette, és én kiloptam. És szaporodtak a szárnyak, tollak a kalapom körül. A leghatalmasabb csábító a természet volt. Ha kiléptem a tornácra, felmásztam a kerítésre, kiláttam a fűzfasoros legelőre. Rózsaszín hasú csiperke gombát szedni odajártam, ősszel a gyepreszálló síró fenyőrigókat riasztgattam, havas oldalai szánkóval ereszkedtem, téli vizeinek jegén korcsolyáztam. De legjobban a tavasza hívott. Zsendült a fű, tócsák villantak a verőfényben, bűbályos, apró leveli béka porontyok ugráltak a fűben, a fákról üzekedő gerlepárok beszédes burukkolását fülemig ringatta a szellő. Sípnak termett csoda egyenes ágak csalogattak fel a fűzekre, lehetett volna-e otthon ülni?
de olykor-olykor érez már valamit a saját pusztításának kegyetlenségéből is. Megszólalt a szívem, mikor a sárgarigót lőttem. Magas nyírfa tetejében ült egyedül, s fuvolázó hangja messze szállt a néma temető felett. A fa tövében lopóztam, s merőleges puskatartással céloztam meg a madarat. A lövés elvágta a dalt, s a madár pontosan a lábam elé hult le élettelenül, becsukott szemmel. Akkor valami megrezdült a szívemben, s a félbeszakadt rigódal után megszólal a lelki ismeret. Völgyek felett hangos torokkal üzenhet a vadásztülök, békét kötök az állatokkal, az erdővel békét kötök. Rejtőzve már többé nem állok zsákmánnyal csábító lesen, márciusi szalonkapára suhanjanak szerelmesen. Jöhet a bükkös karcsú vadja, a lenge lányos őzalak, nem puska dörrenés fogadja, csak egy szelíd, nem bántalak. Völgyben, vadonban, rónaságon a békesség bolyong velem, csak egy öröm van a világon, s ez az öröm fegyvertelen. S a régi őz, ki annyi vérrel pirosított havat, mohát, s reám nézett rémült szemével. A régi őz is megbocsát. Kolozsváron, a református gimnáziumban folytatja tanulmányait, majd bölcsészkarra iratkozik be, és miközben szüleit támogatja azzal, hogy tanítványokat vállal. Rengeteget olvas, Dosztojevszkij, Turgenyevet, a diét rajong, de apjával egyre feszültebb a viszony. Az ifjúság kegyetlenségével vádolja apja életét, aki időskora ellenére egy hegyi fatelep zordon világába megy munkát vállalni. Alig hiszem, hogy valaha lejussak innen, olyan vadhelyre hozott fel a mokány ló, írja fiának. Ott élt apám. Világ a kis faház, tüdőfeszítő ősi fenyves ájer. A társasága? Vakmerő vadász, lompos famunkás és zordon baráber. Úgy este tájt a ház elé kiállt, ha sejtelem kínoszta, bús, halálos, és onnan várta elszakadt fiát, mikor bocsátja már el a láz s a város. S volt egy karácsony, a havas barak lakói messze kis falugba szálltak, s ő bent a tornyosuló hó alatt karácsonyfát gyújtott a vadmagánynak. Olyankor csend volt, zsibbasztó siket, s jeges magányban megfagyott a vére, s a hótengerben szürke kis sziget döbbenve gondolt furcsa életére. A fiát hosszú ideig hiába várja. Ő a városban maradt. Csábítják és fogva tartják a bohém élet illúziói. Szeret céltalanul kószálni, vagy barátaival felváltva verseket mondani a kolozsvári éjszakában. Sokszor a kávéházban várja meg a hajnalt, s baráti társaságban nem idegenkedik az italtól sem. Élhet könnyelműen, gazdálkodhat a maga kedvére, és hajlamai szerint egészségével, idejével és a tanítással kapott tiszteletdíjjal. Ám az éjszakázásokból föleszmélve úgy érzi, hogy meg kell látogatnia édesapját. Egy 75 ezres katonai térképpel és egy forgó pisztollyal indul el élete egyik legmélyebb értelmű útjára. Az utat gyalog teszi meg Kolozsvártól egészen a Flóra rétig. És közben a retteget hegyi rablók kalauzolják el édesapjához, a kis szürke emberhez. A csúcsok még verőfényben ragyogtak, mikor megérkeztem a havasi faház elé, írja. Revolverem lövésére, öröm lövése,
pünkösdi ragyogásba dörrent, és felriasztotta az alvó mélységeket, ahogy a szirtes magasból a tisztásra szálltam. Hajlott apám sírt, és mosolygott. És összeborulásunkban benne volt életünk, és sorsunk minden misztériuma. Egy későbbi 4 sorosban így vall apjáról. Hallgatott, s némán birkóztam vele. Most már simulnál, mint a régi gyermek. Lázadásodnak nincs ellenfele. S tudod már, holt apák jobban nevelnek. 1990-ben fejezi be egyetemi tanulmányait, és Párizsba indul tanulni, látni. Pénztelen, de idejét a Louvre-ban és a művészeti szalonokban tölti. Ady Endrét akarja fölkeresni. Azt írja, 1909-ben Párizsban jártam. Tudtam, hogy ő is ott van. Zsebemben volt a címe, Rue de Lévy, 92. Lédalakása. Elindultam, hogy meglátogatom. A kapu előtt elvesztettem a bátorságomat. Vajon hogyan fogad majd? Visszafordultam. Sosem ismerkedtem meg vele, aki annyira hozzám tartozott. De így alakult a kapcsolatom több kortársammal is. Kívülállónak, elzárkózónak gondoltak, pedig dehogy voltam én elefántcsontorony ember. Csak olyan, akihez közeledni kellett, mert maga nem tudja megtenni az első lépést. Kijár a Perlachaise temetőbe. Művész óriások sírfeliratait fordítja. A temető bejáratánál felkavarja egy monumentális szoborcsoport a halottak emléke. Nézi a búcsúzó figurákat, és a szülei járnak az eszében, akiket magukra hagyott a bihari havasokban. Hazasiet. 24 évesen a nagyhírű nagyenyedi Bethlen kollégium tanára lesz. Magához veszi a szüleit, és csak ezután nősül meg. Éltem az enyedi jelent, és könyvtári kötetek, iskolai gyűjtemények és kirándulókedvű geológus és történelem professzorok társaságában átéltem az enyedi múltat. Innen indult útnak szíjas akarattal a leghősiesebb elszántságú magyar, Kőrösi Csoma Sándor. Itt tanult Báró Kemény Zsigmond, és ide érkezett meg falusi szekéren Bolyai Farkas, aki tűzeszével bámulatba ejtette tanítóit. Ez a kicsi város az erdélyi hagyomány sűrűség városa. Most egy kicsit el vagyok. El vagyok. Antigone. A nap nagy messze, drága Haimon, most oldja bíbor csónakát. A harmadfényű dirketájon tengerfuvalmak szállnak át, s a szőke por éjjel be fogja temetni könnyű lábnyomon. Sötét az Acheron homokja. Itt meg kell halni, Haimonom. Mit is keresnénk árva ketten, hol égig ér a gyűlölet? Én gyűlöletre nem születtem, és itt szeretni nem lehet. S az ősöm átka, haj, suhogva végig süvölt a sorsomon. Sötét az Acheron homokja, itt meg kell halni, Haimonom. Itt meg kell halni, díké fénye ki tudja, meddig nem derül. Mikor lesz embernek reménye, testvért szeretni, emberül. De lenn, törvények átkozottja, majd új világról álmodom.
sötét az Acheron homokja. Itt meg kell halni, Haimonom. Kolozsvárra költözik a családjával, mert elfogadja Kuncaladár felkérését, hogy a kolozsvári ellenzék, mert itt most elkevertem a lapomat, annak a felelős szerkesztője legyen. Nagyon sokat dolgozik, mérhetetlenül sokat, alig marad ideje versírásra. ...1921-ben, 34 éves koromban megjelenik első verses kötetem. Addig versei csak a feleségén kívül senki sem látja, az íróasztal fiókjában várnak nyomda festékre. Álnéven küldi el a verseit. Az álneve Áprili Zoltán. Azt írja, hogy az Áprili név valóságos családnév. Az esztergomi székesegyház olasz származású, nálunk megtelepedett építőmesterének ivadékai viselték. A család egyik sarja iskolatársam volt, és egy ugróverseny alkalmával országos ifjúsági bajnok lett. Úgy néztem rá, mint hajdan a görögök az olimpiai győztesekre. Amikor belecsöppentem az irodalomba, tisztán megtévesztésből, hogy a legobjektívebb kritikát hívjam ki magam ellen, álnevet kerestem. Akkor felötlött ez az emlék. Később pedig már, hogy nem, rajtam ragadt ez az áprili név. Szent Imrei Jenő az Áprili Zoltán nevet véletlenül Áprili Lajosra cserélte. Így mai napig Áprili Lajosként nevezik a költőt. Az erdélyi irodalom élvonalába kerül. Reményik Sándor is versben üdvözli a leeresztett sisakrostéllyal győző lovagot. A háború után a tragédiáról szól a Tetőn című verse Kós Károlynak írva. Ősz nem sodort még annyi árvalombot, annyi riad szót. Minden összeomlott. Nappal kószáltam, éjjel nem pihentem. Vasárnap reggel a hegyekre mentem. Ott lenn, sötét ködöt kavart a katlan. Itt fenn a vén hegy állott mozdulatlan, időkbe látó mesztelen tetőjén tisztást vetett a bújdosó verőfény. Ott len zsibongott még a völgy a láztól. Itt fenn fehér sajttal kínált a pásztor, és békességes szót ejtett a szája, és békességgel várt az esztenája. Távol, hol már a hó Krista királya hódít, az ég lengette örök lobogóit. Tekintetem szárnyat repesve bontott, átöleltem a hullám horizontot, stetőit, többet száznál és ezernél. Stitokzatos szót mondtam akkor. Erdély. 1919-ben meghal édesapja, de így is édesanyjával együtt 6 emberről kell gondoskodnia, 2 fia és egy kislánya van. Feleségének egy ártatlan megjegyzése szívjeníti. Milyen nehéz az élet, pedig én olyan szomorúan igénytelen vagyok. Ültem bent a 2 fiammal, tűzvilágos pamlagon. Jött az este, barna koldus, könnyesen jött és vakon. Őszi zápor dobverése peregett az ablakon. 2 fiacskám karcsú testét átölelte 2 karom. 3-as árnyék játszva lengett, nőtt mögöttünk a falon.
és az estel vígdalokra, grimmesékre jött a gond. Búgott künt a széldorombja, óriási búdoromb. Fognak-e még lelkesülni új világok tavaszán, fényimádó büszke szemmel fent az ember magasán? Vagy kavargó ködbe hullva minden álmuk úgy vesz el, tollafosztott csonka szárnyal ember csúcshoz oly közel? Vagy az ösvény gyenge gyepről vadbozótú lábhoz ér, és a csalfa láb iszapja újra vér. Jaj, újra vér. Ültem bent a két fiammal, és mint az óriás kígyó tűzvilágos pamlagunkon úgy bűvölt a vízió. Két fiacskám karcsú testét féltve fogta két karom. Nőtt az árnyék, óriásra nőtt mögöttünk a falon. S vércsecsőrű kín csapott rám, régi kínnal vérrokon. És a falra sors sötéten felkomorlott Laokon. Elfogadja a kolozsvári ajánlatot, és átköltözik. Amit mondtam, nagyon sokat dolgozik, alig marad ideje versírása, de azért ebből az időből is egy csodálatos vers született. Tavasz a házsongárdi temetőben, Apácai Csere Jánosné Aletta van der Maat emlékének. A tavasz jött a partalan időben, és megállt a házsongárdi temetőben. Én tört kövön és porladó kereszten Aletta van der Maat nevét kerestem. Tudtam, hogy itt ringatja rég az álom, s tudtam, elmúlt nevét már nem találom. De a vasárnap délutáni csendben nagyon dalolt a név zenéje bennem. És amíg dalolt, a századokban néztem, s a holt professzor szellemét idéztem, akinek egyszer meleg lett a vére, Aletta van der Maat meleg nevére. Ha jött a harcok lázadó sötétje, fénnyel dalolt a név, hogy féltve védje, s a dallamot karral kísérve halkan, napsugaras nyugat dalolt a dalban, hol a sötétség tengerárja ellen ragyogó gátat épített a szellem. Aletta van der Maat nevét susogta, mikor a béke bús szemét lefogta. És mikor a hálátlan világ temette, Aletta búja jajgatott felette. Míg dörgő fenséggel búgott le rája a kálvinista templom orgonája. Aztán a dal visszhangját vesztve, félve, belenémult a hervadásba, télbe. Gyámoltalan nő, szól a régi fáma, urát keresve sírba ment utána. A fényben, fenn a házsongárdi csendben tovább dalolt a névzenéje bennem. S nagyon szeretném, hogyha volna könnyem, egyetlen könny, hogy azt a dallamot Aletta van der Maatnak megköszönjen. Az irodalmi élet jelesei folyóiratot alapítottak az erdélyi Helikont, amelynek főszerkesztője Bánfi Miklós, felelős szerkesztője Kós Károly és szerkesztője Áprili Lajos. 1929-ben ebben a folyóiratban jelenik meg Így akarja a sors című verse Makai Sándornénak. Fordul az út, amerre száll a nap, a messzeségben síkok integetnek. Emlékjelül, ha jő a pillanat, mit hagyok itt a búcsúzó hegyeknek?
A bús királyi asszony jár eszemben, s kísérget régi illatos nevével, kit sors csillagja erdőkön keresztül vesztett világból másfelé vezérel. Látom halványan és sötét ruhában, az élet és az év augusztusában. Zörgő kocsim megy hullámos hegyélen, faluk maradnak el mögöttem mélyen, várak, juhok, vizek. Erdélyi álom. Aztán leszáll a hárs erdős határon. Sötét szobor. Mögötte kékbe vesznek vonalai a rengeteg messzesnek. Búcsúzva visszanézne még a tájra, messze, ahol lehult a koronája. Kocsija vár, sürgeti már az éjjel, és csillagának árva bújdosója, finom pengével és finom kezével, sorsát az erdőszéli hársba rója. A tölgyfa zúg, sercegve sír a késem, amíg a régi jelt törzsébe vésem. Sic fata volunt. Így akarja a sors. A nyár végén Budapestre költözik, ahol elfoglalja tanári állását a Bármadas Református Főgimnáziumban. Reményik Sándor is megszólal, az erdélyi irodalom jelese. De nem bántja. Elmégy. Kis őrdomboktól roppant ormokig Erdélyben körbefut a döbbenet. Nem ember megy. Hegybajtárs távozik. Ha te elmégy, ember ne búcsúztasson, búcsúztassanak téged a hegyek, ne sirassanak érzékeny dalocskák, csak büszke, nagy, sztoikus énekek. Ha te elmégy, ember ne búcsúztasson, búcsúztassanak téged a hegyek. Ha te elmégy, mi néma csendben álljunk, néma csendben és lehajtva fejünk, mert mindannyian bűnösök vagyunk, hogy téged elveszíthetünk. Hogy téged meg nem tarthatunk. Ha te elmégy, mi főlehajtva álljunk, mert így vagy úgy, de bűnösök vagyunk. A hegyek óriási kardala kísérjen a határig tégedet, és zúgjon, harsogjon ítéletet országok, népek és idők felett, és fellebbezze meg a végzetet, és csikarjon ki a csillagokból ki egy viszontlátásig ígéretet. A hegyek óriás kardala kísérjen a határig tégedet. Nagyvárad, 1929. május 31. Természetesen van oka az áttelepülésnek. Már terhes számára a szerkesztői munka, nem fogadják el a Dijonban szerzett diplomáját, az egyik fia egészségi problémájára is Budapesten vár segítséget. Mégis nagyon-nagyon nehéz. Elhatározása még így is neki okozza a legtöbb fájdalmat. Kétségbe esettem boldogtalan. Hóba bújt hegyek felől hűsködök zavarnak. Ott hagyod a kertedet télnek és viharnak. Füzes fürdőpartodon sír a víz utánad. Félelmetes tükre vár sok hidas Dunának. Fészekhez szokott madár, romjáról a nyárnak felszállsz, sírva búcsúzó, költöző madárnak. Persze Budán is szerkeszt, tanári állása mellett, a fizetés kevés, a gyerekei egyetemre járnak. Egyik fia Zoltán, Jékeli Zoltán költőként így emlékezik vissza apjára. 1920, Nagyenyed. Apa váró. Kapuban állva, kisfiú, mezitláb, piszkál lábújjal százlábút, gilisztát, hosszan bámul pókhálót, hangyajárást, hogy könnyebbé bűvölje azt a várást. És végre csengő, áldott kis harangszó, megváltón s meg-megszázszorozva hangzó,
hogy elfeledkezik minden bajáról, mert a kollégium kapuja kitárul. S az utca végén, fölnyesett nyakigláb akácok alján, ott terem, akit várt, és jön, jön, hosszú léptekkel sietve, hón alatt 100 dolgozat füzettel. Olyan nagy már, hogy az árnyékból kibomlón, mint egy óriás. Tán ő maga a templom. Elől keskenyre gyűrt vadászkalapja magasabb, mint a nagy torony sisakja. És elborítja, mint valami felleg, mi pöttöm ő roppant alakja mellett. És most lehajol, s fél karral ölbe kapja, mint az Isten, olyan erős az apja. Imádkozom, legyek vidám. Én, Istenem, legyek vidám, hogy házamat vidítni tudja. Mosolyogjak, ha bántanak, és senkire se haragudja. Én, Istenem, legyek vidám, ma minden gondot tűzre vessek, nyújtsam ki kincstelen kezem, s szegényen is nagyon szeressek. Ködökbe csillanó sugár, víg, fecske szó bolond viharban, tudatlan gyermekhang legyek a jajgató világ zavarban. És a menekülő vers, a vers vagyok, riadt vers, vériszony, sperzselt világok fákja fénye bennem. Halálra számva meg nem halhatok, a torzulásból messze kell üzennem. Ciklonszelekbe sír a föld, riadt jövendőlők, a bíbor naplementék, a gája kész, s ha zúg az új özön, én minden szépet önmagamba mentek. Tudom, hogy csúcsig locsam majd az ár, de pusztulások hörgő éjszakáján, tornyos vizekbe fúlt hegyek felett, megmentett kincsel fog lebegni gájám. S mikor kifúlva lüktet már a vész, s nagy villámló kéz végig sújt az áron. Egy fényes sziklán gályám földet ér, s a napnak minden szépségem kitárom. Kiszakadhatatlanul az elhagyott világ vonzásában él. A pesti utcák zajában az enyedi csendet kívánja vissza. Enyedi csend, ma megkívántalak. Hogy ültél kertek, s 100 éves falak áldott hűsében, dombok vállain? Gyümölcseim sárgára benned értek, s benned fakadtak friss virágaim. Belőled jöttek a könyvtár homályban öreg könyvekbe bűvölt szellemek. Szent álmodásod a toronyharang is csak bársony ujjal érintette meg. Ha sűrű volt, te hűtötted le vérem. Te őriztél a város vég felett, hol a kápolna dombi sétatéren tanyát fogtunk a vesztett ház helyett. Vidéki voltál, zsibbadt, egyzenéjű. De egyzenédben hogy dalolt a szín? S ha, mint aranyhal kristálykút fenéken, mélyedben olykor megcsillant a rím, voltál nászinduló és dajka dallam, bróm ibékessége és halálkövet. Apám 86 éves őszfejével öletbe hult, a méhesből jövet. S volt egy napod, az Isten fénye késett, sötétbe hult a megbomlott világ. Jaj, most is hallom rémült szívverésed, s hallom, milyen vadéleset sikolt az, amikor átdöfnek piros szuronnyal az első ellenséges trombiták. Ezt pesti utca lázban énekeltem. Füst hult a zajba, és kémény salak. Enyedi csend, te régi, drága, tiszta, reád gondoltam, és áldottalak. Sokszor, ha állok ünn az emberek közt, és össze-vissza, az össze-vissza város rengetegben,
Zsongó hajókon, vásárcsarnokokban, lázas zenéjű perronforgatakban, lélekriasztó nyers rivaldafényben egy síró hangot hallok mostanában. Olykor megárad, néha föld alól jön, úgy tántorok fel, mint a vészkiáltás a csákányokra omló tárna mélyből. És néha úgy nyög, mint pásztorgyerek, aki napos magasból mélybe szédül, s a szakadékban fekszik összetörten. És néha úgy búg, lázadva és sötéten, bukott szabadsághős a cella vackon. És néha úgy sír, mint én sírtam egyszer temetőszélen kisgyermekkoromban, mikor az ég kigyúlt pokolpirosra a szomszédunkban asztagok ropogtak, fekete perje hullás verte arcom, és szállt a gyepre hurcolt bútorokra, s fáztam sötéttől és kísértetektől. És néha sír, szűkölve, mint az ebb, akit gonosz gazdája künt rekesztett, lázzal kaparja a pántos kaput, borzongatott szőrére hull a hó, s ordas szagot szimmant az éjszakában. Ó lélek! Néha hallak mostanában. Uram, én nem tudom, milyen a kerted, a virágosod és a pázsitod. Én nem tudom, virágok ültetését ágyásaidban hogy igazítod. Csak azt tudom, hogy kendőjét levetve júniusi vasárnap hajnalán beteg lábával és beteg szívével bánatosan kertedbe ment anyám. Uram, tele volt immár félelemmel. Sokszor riasztó árnyék lepte meg, de szigonyeres, érdes két kezével még gyomlálgatta volna kertemet. A kicsi teste csupa nyugtalanság, és most elgondolni nem tudom, hogy ül. Virágosodban könyörülj meg rajta, hogy szegény ne szenvedjen tétlenül. Mezőidben ne csak virágmagot vess, virágait közé vegyíts gyomot, hogy anyám keze gyomlálhassa kerted, aszfodéloszot és liliomot. 1934-ben a Bármadas Leány Nevelőintézet igazgatásával bízzák meg. A szép sziget rabja lettem, írja. Kérin és Ós Júlia így emlékezik rá. Nagyszerű ember volt az igazgatónk, kiváló költő, műfordító, sokoldalú tudós. 500 diák napi ügyeivel bajlódott, de ezek sohasem érezhették, hogy tehernek tekinti őket. A 10 éves elsősöktől kezdve név szerint ismerte minden tanítványát. Vasárnap kirándulni ment velünk, s nekünk ugyancsak igyekeznünk kellett, hogy a havasokhoz szokott lépteit utolérjük. Ismerte a fákat, virágokat, madarakat, megmondta a virág magyar és latin nevét, aztán egy népdalt idézett, vagy magyar, francia, német verset, vagy népmesét, vagy görög mitológiai történetet, amelynek az előbb látott madár vagy virág volt a főszereplője. Ámulva hallgattuk. Amit mondott, azt láttuk, hallottuk, éreztük egyszerre. Láttuk Mikes Kelement lóháton a tavaszi réten, Erdély határán, török sereggel, egyszerre kínozva a honvágytól és a török pusztítástól való félelemtől. Láttuk Körösi Csoma Sándort, amint nagyanyját határában búcsúzik kedves tanárától. Egyszer az erdélyi várak szerkezetéről beszélt nekünk, máskor Francis James verseiről. Érettségi előtt, a ballagásunkkor Rodin Keresztelő János szobrának másolatára mutatott. Ez a szobor siet, megy előre. Ez a pillanat is azért maradandó, mert a válás az indulás pillanata. Ebben a szép épületben és parkban
ennek a csodálatos embernek a hatása alatt a tanításoknak, a hétköznapoknak is volt valami emelkedett hangulata. Fél éves tanulmányúttal kárpótolja a sors a meg nem írt versekét. Északra, Finnország, Svédország, Dánia, Skócia. Különös lehet itt az álom. Sóhajtoznak, sírnak a fák, kísértetes kastélyzugokban alusznak a vén balladák. A sirály szédülten kóvályog, s a szürkeségbe hull vakon. Szédülök én is. Álmodom tán, hogy itt járok éjszakon, mondja a Skót hangulat című versében. Glasgow-ban Petőfit szaval, hogy átadja a magyar nyelv titokzatos dallamát a fiataloknak. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöldel a nyárfa az ablak előtt. Párizsban az ott élő magyar gyerekeknek az anyanyelvhez kötődő ragaszkodását tanulmányozza. Megtanulni, vagy el nem felejteni az anyanyelvet ott, ahol a világ egyik uralkodó nyelve a teljes asszimilálás eszközeként hat, nem kis dolog. Azért is írok róluk, mondja, mert keresztül kasul a francia iskolába, ezen keresztül is beláttam egy kicsit. Sok jó tanuló van közöttük, és általában megbecsülik őket a tanárok. Bejártam a magyar gyermekek óráira, és puhatoltam a magyar nyelvtudásukat. Kisebbek csoportjával Hófehérke történetét meséltettem. Volt neki egy miroár, zsalúzta Hófehérkét, nem volt vele kontant. Így pótolták küszködve a magyar kifejezést. Más mesében például volt egyszer egy busé, az találkozott egy évekkel, Noelkor, Dimanskor. Így mondottak mesét magyarul. És mihelyt a magyar ízű ebéd vagy uzsonna mellé letelepedtek, megindult közöttük a csobogó francia beszélgetés. Aztán az utazását végül így summázza. Eltanulni mindenütt, ami legjobb, legeredményesebb, legrövidebb úton célra vezető, és egyesíteni a nevelési tartalmunk lényegét alkotó, középponti magyar műveltségi kincs időálló erejével. Legnagyobbjaink is ezt az utat követték, költők, politikai válteszek, képzőművészek. Európai látóhatár szempontjaival kapcsolták az örök magyar tartalmat. Ám kedélyét nem változtatta meg az utazás. Méla búja nem maradt éjszakon, sőt úgy érzi, hogy költőkora elmúlt. Az 50 éves áprili reménytelenül széthullónak érzi önmagát. Fogy az ösvény, fogy a napfény, hideg árnyék hull a hegyre. Áll mögöttem 50 erdő, 50 évem rengetegje. Torkomig ver csorba szívem, tűz a talpam, seb a térdem. Annyi rémtől megfutottam, míg a ritkulásig értem. Seb a szívem, seb az arcom, vadtövistől vér az ingem, aki erdőn járni küldött, erdő járni küldött, az, ha megismerne engem. Sűrűségen átfutottam, avarának vért is adtam, ami bennem fiatal volt, rohanásban elhulladtam. Szívem szárnya, szemem fénye, kurjantásos fiúkedvem, férfi sorsom mély zenéje, elveszett a rengetegben. Csudaváró esti lázban fekszem itt a ritkulásban, meglazulva, szerte esve, s nincsen, aki megkeresne. Járna értem, mint a hangya, mint a lemminkeinen anyja, addig járna, felkutatna, kicsi mével írt hozatna, varázsszókkal összerakna, úgy siratna, úgy szeretne. Fekszem itt a szürkületben, túl a rétnek nagy a csendje, s zúg mögöttem 50 erdő, 50 évem rengetegje. Csak a természet gyógyítja.
Egyre több időt tölt a Visegrád környéki erdőkben. A magasra növő kosborok, a dús kankalinok s a kedvenc madarak között, az ősi öröm és ősi jaj világában, ahol az elmúlás és megújulás ritmusában való feloldódás az emberi sorsot elviselhetőbbé teszi. Megálltam itt a nyugtalan világban, és vándorpárom, erre hoztalak. Megállítottak a patakos erdők, a vércsés sziklák és a várfalak. Jó itt az edző nyugtató magasság, a síkon lengeteg az életem. Mindig hegy volt a hazám, és most a hátam a sűrű múltú hegynek megvetem. Jöjj fel velem, nézz hű szemmel keletre, s fogódzz a hegybe, hogy most élni merj. S az ord szelekkel támadó időknek bátor szívvel, de békésen felelj. Figyeld a Dunán elfutó hajókat, és vald, az óra gyorsan illan el. De amíg élsz, a múlt, a dal, s az erdő, és az örök vágy emberré emel. 1942-ben egy év szabadságot kér, és visszatér Erdélybe, gyermekkori birodalmába, Kisküküllő partjára. Ének a küküllőhöz. Újra hallgatlak, gyönyörű küküllő, gyermekéveim suhanó zenéje, meg ne lásd árnyékom a bús kísérőt, 55 évem. Láss heves lázban lobogó gyereknek, telhetetlen kedvű kalandozónak, mint mikor zsengén remegett a habban kisfiú képem. Tenger árját túlsuhogó morajjal városokból vissza vízem, te hívtál, zsibbadó lelkembe te záporoztad, fuss Budapesttől! Halkul itt a háború szörnyű gondja, vízi váram véd a beteg világtól. Két erős karral fogod átölelve, jó kicsi kunyhóm. Aki megbántott, ide jöjjön, áldom, s béke szóval várom az érkezését. Krisztus int a murvaszagú mezőkről, s szőke, szelíd nyáj. Isten is jobban szeret itt, a hangja dobban olykor egyet a mély vizekben. Az dobbantja, szebb nekem itt az élet, s szebb a halál is. Visszatérése után már nem sokáig marad a bármadas igazgatója. A diákok felvételére és kitiltására vonatkozó hivatalos utasításokat nem hajlandó végrehajtani. Csak emberséget törvényei szerint tud élni és dolgozni. A Vakoknak mondom című négy sorosában ezt mondja. Szemeteken dühösség hájoga, veletek menni nem fogok soha. A jövő elé tisztán állhatok, én láttam, mikor ti vakultatok. Letelepszik Szentgyörgy pusztán, a nagy villám dűlő völgyében. Ezt a helyet, írja, az ide-oda hullámzó front idején sem hagytam el. Szomszédaim csodálkoztak is, hogy ketten feleségemmel teljes elhagyatottságban ott mertünk maradni. Európa. A négy sorosok közül néhány. Krisztus, Homérosz, Dante, Goethe nőpe, mely most pazarlod férfi gyermeked. Ha lezuhansz a múltalan sötétbe, ki gyújt majd benne új tüzet neked? Riadó. A vészharang. Hogy tudsz aludni még? A világ fegyveres rengetegje ég. Ragadj szerszámot és ásd az árkot. Olcs! És ha kezed nem bírja már, sikolcs! Az elesettek. Fejük elfordult torzan és merészen. Merev görzsben feküdtek annyian. Kerestem, s megmegállt a szívverésem. Ki vagy, halott? Nem te vagy,
fiam, menedék. S mikor völgyünkre tört az áradat, s már hegy se volt, mely mentő csúcsa lincsen, egyetlen kőszikla megmaradt, egyetlen tornyos szikla száll, az Isten. Éberség. Álmodni szült anyám. Hol itt az álom? Itt rémség várt, vad vérbűzös verem. Tüzek hörögtek végig a világon. S futottam, jaj, rettentő éberen. Foszlik a köd. Vad próba volt ez. Bősz idegroham. De csendesül, pár görcs és vége van. Sugár tör át a dult agyészakán, s a véres őrült végig néz magán. Tavaszodik, vér, vér, s üszök. Lesz itt feltámadás, gyerek szívekben, eszmékben, betűkben. A szomszédomban izmos ember ás, és hajt a borsóm, frissen, gyönyörűen. Még előtte, unokája Annácska elvesztésékor, halálakor, képtelen a hegyen megmaradni. Magába roskadva botorkál csak a kertben. Menj most a város zajba vissza. Menj. Keresd a zsibbadást, mit munkagond át. Ha ismerősöd rád köszön, köszönj. Ha búskomor szemével néz már az est, ha tudsz, pihenj. Vagy zúzott lélekkel vallasd magad. Vén szem, honnan van benned annyi könny? Vissza is tér a városba. Nem csak az állandó viszontlátás kényszere elől menekül, szorongó anyagi helyzetük is arra készteti, hogy állást keressen. A református konventben kap munkát, a nemzetközi segélyakciók ügyeivel foglalkozik, és megbízatása 1948-ig tart. A 40-es évek végén verseit félreértve és félre magyarázva köteteit bezúzzák. Sokáig tudomást sem vesznek róla. Szentgyörgy pusztán szívfájdító magányosságban él a költő és felesége. A költő, aki tovább szeretne énekelni, mint a Rigó. Őszi Rigódal című versében ezt olvassuk. Ha pártalan, s nem várja fészeköl sem, miért szól még a megtévedt Rigó? Tán júniusi sugár illúziója remegett át a bíborlomb felett, s attól dalol a völgy rémült Rigója ilyen évszak tévesztő éneket. Nem is téved, halkan szól, mintha félne, ködül a hangok túl finom korán, mintha huny szemmel, álmában zenélne, egy álom őszben, álom fuvolán. A hangja nem fog mámorral kitelni, nagy líra nincs, s mégis így volna jó, amíg a hófelhő jön énekelni, mint az a révmült, holdkóros Rigó. 66 év, egy élet, perc alatt megindult szemmel nézek rajta végig. Látom, honnan jött és meddig szaladt. Rapszonné asszonytól Perszefonéig. Falun felett ma is rominteget, meséltek róla ordas nagy telekben, Rapszonné asszony dúdolt éneket, s ütött anyát a zsongó képzeletben. Varázsszelekben zengtek ott a fák, aranymadárraj szállt a fényes égen, csorgó vizek zenéltek, hegycsodák ragyogtak kéken intő messzeségben. Sok erdőn túl
A gyermekkor fölött ma is Rapszonné asszony napja lángol. De Perszefoné most kertembe jött, egy naptalan, felejtető világból. Holnap talán ő dúldoldalt nekem, gonosz kínért jó csendet ad cserébe. Az életem kezét elengedem, s fejem lehajtom hűvös nő ölébe. Műfordítóként tér vissza, Tolsztojt, Gogol, Turgenyevet fordít. Az Anyegin újrafordítására kiírt pályázatot megnyeri. Iés Gyula nem vállalja a Pergünt újrafordítását áprili után, hogy ne sértse az idős költőtársát. Mindig az volt az érzésem, írja áprili, hogy több szeretetet kaptam az embertől, mint amennyit nehéz életsorsom miatt viszonozni tudtam. Ami kevés bántás ért, elfeledtem. Tudom, hogy a 70 év, amit betöltöttem, nem tető. Kifutó hegy a mélység felé, ereszkedő, mely sötét völgyek felé mutat. Ámulni még, amíg még lehet, amíg a szíved jó ütemre dobban. Megőrizni a táguló szemet, melyel csodálkoztál gyermekkorodban. Elálmélkodni megszokottakon, az andezitre plántált ősi váron, virágokon, felhőkön, patakon, az azurban kerengő vadmadáron, a csillagon, ha végtelen terek hajítják át a késő nyári égen, s ámulva szólni, most voltam gyerek, s vén volnék már, s itt volna már a végem. A fegyvertelen örömek költője talán sohasem volt olyan megindítóan bensőséges, meghitt viszonyban a természettel, mint 8. évtizedében. Még mindig bűntudatja törte a gyermek és ifjúkori vadász szenvedély miatt. Felhúzott ravasszal állok, ott állok a testes fatörzs mögött. A kutyák előtt jó kődomásnyira, piros-barna folt fehér alapon megjelenik az űzött vad, az őz. Küzd a hóval. Már ott van, de megtorpan az akadály láttán. Néhány lépést tesz a fekvő fatörzs mellett, a facsúcs irányában és vissza. A könnyebb átugrás helyét keresi. Meglassul. A kopó kilógó hosszú nyelvvel veszedelmesen közelednek. Az őz nem tétovázhat tovább, átugrik, s abban a pillanatban dörren a puskám. Mintha visszaszerezte volna futó lendületét, a fenyőn túl menekül már. Most eltűnik egy dombos emelkedés mögött. Elhibáztam, utána sietek. Az emelkedés havában vér, sok vér. A lejtőn hosszú, mély horzsolás a hóban. A zuhant ősz testének nyoma, ahogy a dombról lecsúszott, s egy fatörzsnél megállt. Őzbak. Vadászszemnek gyönyörű példány. Fölébe hajlok, még piheg. Jaj, csak ne nézne rám. De rám néz. A kutyák ott teremnek, s dühösen tépni kezdik a szőrét. Elverem onnan a puskámmal. Még néz. De már nem sokáig. Megüvegesedik a szeme. Később kiderül, hogy a szívét érte a sörét. Vadász öröm. Gyilkos, gondolom magamban. És nem érzek semmi büszkeséget, mikor a lövésre oda siető társaim az elejtett vadat és a lövés szakértelemmel dicsérgetik. A szemét látom az őznek. Azt a látó szemét, ahogy kialvó élete utolsó pillanataiban reám nézett. Több mint 50 éve elmúlt annak, hogy egyetlen őzemet meglőttem. De azt a két szemet sohasem tudtam elfelejteni. Ma is látom.
Valamikor vadlúd voltam, vadludakkal vándoroltam. Nagy tavakért lelkesültem, tengeren is átrepültem. Őszi fényben és homályban felfeltámad régi vágyam, társaimmal útra kelni, fényt és felhőt úszva szelni. Majd, ha végem itt elérem, vadlút formám visszakérem, s jó barátok, ismerősök, hogyha jönnek bíbor őszök, nézzetek fel majd az égre, égen úszó vadlúd ékre, s ezt mondjátok eltűnődve. Újra vadlúd lett belőle, s most ott száll a véseregben, hangja szól a fellegekben. Közelről lesz rám már a vég, de mielőtt a nagy hurok megfogja lábam, szeretnék megfürödni még egy nyári éjjel harmatában. Szárnyával verdeső rigó kristály eren nem tudna tisztálkodni szebben, mint én az égi, tisztító, finom hullású permetekben. Eltűnne gond, foszolna bú, zsibbadna kín, lelkemről minden heg leválna, s mint sérületlen kisfiú, indulhatnék a jó halálba. Igaz, én itt a sorssal nem csatáztam. Én döbben szemmel láttam itt a vért, és nem lengettem omló barrikádon fehér zászlót a véres emberért. Viharokból kibomló új világért csak álmom volt, nem lobbanó vitám. Rohamra nem harsogtam riadókat, jövő ködökbe zúgó trombitán. A seb, mit rajtam vadkor ökle zúzott, sötét heggé simult minden dalon. De mint a monda tóba hult harangja, a mélyben él az ember fájdalom. És én nem tudom, hogy meddig él a versem. Titánok halnak, tornyok rengenek, ahol világtraverzek összedülnek, a versem hogy ne halna meg. Ha nem leszek, nem fogja tudni senki, sorsomnak mennyi furcsa titka volt. A hűlt sorok, meg annyi érc koporsó, s a könyv. A könyvem gránit kripta volt. De túl romon, ha perce jön csodáknak, s mély megkondul, mintha vallana, a bolt alól harang tisztán kicsendül, s magasra száll az ember dallama. Száj, Ábel füstje, terjedezve száj, mindenfelé, ahol szívet találsz. Szűnjék harag, gyűlölség és viszály. A béke lelkét vidd, amerre szállsz. 1965. május. Nem sokkal később meghalt. Ennyi volt. Köszönöm, hogy meghallgattak. Hármados református gimnáziumban azok a kislányok, akik most nem régen végeztek, az 1930-as évek végén, 40-es években máig is találkoznak. Havonta egyszer egy-egy osztályból hárman, négyen, öten, akik vannak még, és hogy vajon miért tartják fontosnak
70 évvel az érettségizés után is, hogy találkozzanak, azt tőlük is érdemes megkérdeznünk természetesen, de egészen bizonyos, hogy Áprilinak óriási szerepe van ebben. Mondják, ma példaképekben szegény világban élünk. Szerintem tudnánk példaképeket ajánlani a ma fiataljainak, a ma tizenéveseinek is. Mondjuk Áprili Lajost. Aztán tudjunk más példaképeket is ajánlani. Az Anyanyelvápolók Szövetségének az egyik elnökségi ülésén egy színművésznő, aki korábban a Színművészeti Egyetemen tanított, elpanaszolta, hogy az addigi beszéd óráit követően elbocsátották. Az indoklás: nincs szükség a klasszikus színpadi beszédre. Azoknak a fiatal művészeknek, akik ma színpadra állnak, az egyéniségét tönkreteszi, háttérbe szorítja a klasszikus színpadi beszéd. Mi nem bánjuk, ha értjük, amit egy színművész mond nekünk, a szó technikai, formális és természetesen tartalmi jelentését is tekintve. Azt hiszem, a ma este után megint nyugodtan mondhatjuk, nyugodtan a mai tizenéveseknek ajánlhatjuk példaképként, például Császár Angela művésznőt. Hálásan köszönjük mindazt, amit a magyar nyelvért tett az elmúlt évtizedekben, pályáját a színpadon, a pódiumon, és külön is az emberségét. Jó szívvel ajánljuk mindazoknak, akik példaképeket keresnek ma. Áldja Isten életét és további munkásságát! Érdekes könyvünk egyik gyöngyszeme, Áprili fordítás, angolból magyarra gyönyörű. Prozódiája, képei, önmagukért beszélnek, sorszám 511, esti ének, maradj velünk, mert mindjárt este van, az ő fordítása, gondoljunk rá is. Thank you.
szívvel várunk mindenkit holnap estére is, vagy szerda estére az ünnepi alkalomra is. Az élő Isten áldja meg drága művésznő minden további megszólalását. Ápolja ezt a drága szép magyar nyelvet, amit kaptunk. Nagy kincs volt. Köszönjük szépen. Isten velünk, viszontlátásra. Áldás békességet.